Az iroda egy emberekből és technikai felszerelésekből álló hely, amelyben ügykezelés és információgyűjtés folyik. Már a középkori iratszerkesztőket és másolókat is foglalkoztatta, hogy hogyan egyszerűsíthetnék tevékenységüket. A 18. század elején Angliában szabadalmaztatták egy írószerkezet tervét egy gép vagy mesterséges rendszer egyes betűknek egymás után való leírására elnevezéssel. Az 1830-as évektől kezdve több írószerkezettel is kísérleteztek, majd a Remington cég 1873-ban bocsátotta ki a gyárából az első írógépet. Azóta ez lett minden írógép alapja, több mint 100 éven keresztül, amikor is előbb az elektromos írógép, majd az 1980-as évektől kezdve a számítógép és a szövegszerkesztő program ki nem szorította az irodákból. De az írógép azért nincs feledve, a mai klaviatúrák betűkiosztása szintén ezen alapul. És ha meghibásodik, az irodagép szerelő ezen is tud segíteni. Elvégeztem a gimnáziumot, és utána lettem műszerész. Valahogy gyerekkoromban is ez már mindig érdekelte a mechanika. Mondta édesanyám, hogy szétszedtem egyszer egy villanyórát, és szétszedtem, összeraktam, és ez valahogy mindig bennem maradt, hogy ez nekem úgy tetszett. Mechanikai műszerész lettem. Tudni kell, hogy a postához kerültem először az érettség után, ott lettem műszerész, posta egyengedte az útjaimat. Később jött a más világ, ugye a rendszerváltás. Akkor már ugye önállóan kellett gondolkodni, és úgy lettem vállalkozó, és hát ez olyan szakma, hogy nem lehet megállni, hanem mindig változtatni kell, mindig fejlődni kell. A modern iroda elképzelhetetlen számítógép, nyomtató, fénymásoló, szkenner, iratmegsemmisítő gépek nélkül. Ha ezek meghibásodnának, kihívják a gépek doktorát, az irodagép szerelőt, aki megtalálja a probléma okát, javítja a berendezést, és már is akadálytalanul folyhat tovább az irodai munka. A szakember feladata az is, hogy az újonnan beszerzett irodagépeket üzembe helyezze, a berendezést rendszeresen karbantartsa, ellenőrizze, tisztítsa. Így találja meg a hibákat is. A tevékenységét adminisztrálnia is kell, kitölteni a szervízkönyveket, a jótállási dokumentumokat, a munkalapokat. Mivel egyre újabb és modernebb irodagép nemzedékeket állítanak működésbe, a szerelőknek folyamatosan tanulniuk kell és lépést tartani a technikai fejlődéssel. Munkájához kézi szerszámokat, karbantartó eszközöket, a tisztításhoz speciális porszívót, porvédőmaszkot, vegyszereket, tisztítószereket használ. Az irodagép szerelő is diagnózist állít fel. A diagnosztizálás egyik fontos eszköze az oszcilloszkóp. Ez a berendezés elektromos feszültségek időtartománybeli mérésére és ábrázolására szolgál, azaz ennek segítségével lehet megtalálni a meghibásodás okát. A szakember a munkájának a megszervezéséhez telefont, autót vesz igénybe, a dokumentáláshoz pedig számítógépet, papírt és tollat használ. Régen az analóg gépek korszakában volt külön nyomtató, volt külön fénymásológép, most már a digitális korszakot éljük, most már igazából egy gépbe van benne minden, nyomtató, másoló, szkennelő, fax, és igazából a nagy gépekhez ugye kijárunk, azokat nem hozzák be a szervizbe, és a kis gépeket mondjuk általában magánszemélyek behozzák az üzletbe. Ezek általában egy kis lézernyomtatók, vagy éppen ilyen kis tintasugaras multifunkciós masinák. Az irodagép szerelő munkája nagyfokú önállóságot feltételez, hiszen a helyszínen neki kell döntenie arról, hogyan fog hozzá a hiba feltérképezéséhez, és milyen megoldást választ egy probléma kezelésére. Technológiai, műszaki kompetencia nélkül biztosan nem boldogulna, a szerelési munkák pedig kifejezetten jó kézügyességet igényelnek. Precizitás és pontosság. Ez a követelmény minden szerelési tevékenységnél, amihez kitartás és figyelem is szükséges, és az irodagép szerelő tevékenysége így könnyíti meg az irodai munkát. Az irodagép szerelő munkáját irodákban vagy a műhelyében végzi, de gyakran utazik gépkocsival. Hétfőtől péntekig napi 8-10 órában egy műszakban dolgozik. Munkája során kapcsolatba kerül a főnökével, kollégáival, a megrendelőkkel, a beszállítókkal és az irodai alkalmazottakkal is. Az irodagép szerelők munkája könnyű fizikai munka. Pszichikailag megterhelő lehet a monotonitás és a munkatársakkal, valamint a megrendelőkkel való kapcsolattartás. Az irodagép szerelő munkája olykor tartogat veszélyeket, de ezek mind elkerülhetők a megfelelő védőeszközzel és a körültekintéssel. Ilyen veszélyek a gépek használatából adódó zajártalom és a végtagok sérülésének esélye, valamint a vegyszerek használatából fakadó esetleges allergiás reakció.
Ahhoz, hogy valaki el tudja látni az irodagép szerelő feladatait, épp végtagok szükségesek. A gépek javításához és karbantartásához jó látás kell, hiszen sokszor apró alkatrészekkel és eszközökkel kell dolgoznia. Gyakran kell kommunikálnia a megrendelőkkel és főnökével, amihez jó hallás és tiszta beszéd szükséges. Hallássérültek is elláthatják ezt a munkát a munkakör átalakításával és speciális eszközök használatával. Egy alapfokú mechanikai ismeret kell. Tehát az, hogy vasból van, fémből van, az egy férmész, hogy működik, bizonyos mechanikai elemeket is ismerni kell, de egy elektronikus írógépnél már az elektronika a lényeg. Tehát a panel része, a billentyű része, amiben kapcsolók vannak ilyenek. De általában egy elektromos írógépnél legtöbbször a mechanika romlik el. Mégiscsak oda lyukadunk ki, hogy kell mechanikai ismeret. Az irodagép szerelői munkakör betöltéséhez a mechatronikai technikus szakképesítés megszerzése szükséges, amelynek előfeltétele a sikeres érettségi, valamint az egészségügyi alkalmasság. A szakképesítés megszerezhető szakközépiskolában vagy iskolarendszeren kívüli képzésben, tanfolyami keretek között egyaránt. A képzés fele-fele arányban tartalmaz elméleti és gyakorlati elemeket, melynek során gépészeti és mechatronikai ismereteket szereznek a tanulók. A szakképzettség birtokában jellemzően a gépésztechnikus foglalkozáshoz kapcsolódó munkaköröket lehet betölteni. Aki szeretné fejleszteni tudását, az felsőoktatásban a műszaki karokon megteheti. Rokon szakma a gépésztechnikus, a finom mechanikai műszerész és a villamos berendezés összeszerelő. Az irodagép szerelők havi bruttó keresete 175 és 225 ezer forint között mozog, ami függ a szakmai tapasztalattól és a foglalkoztató cég jellemzőitől. Én azoknak a fiataloknak ajánlom ezt a szakmát igazából, akik úgy szeretik a kihívásokat, és a probléma megoldó képességük elég jó. Ügyfelekhez kijárunk, igazából egész nap jön-megy az ember, elég fárasztó, de én azt gondolom, hogyha kimegy az ember egy géphez, megjavítja, elég nagy sikerélményt tud okozni ez napi szinten az embernek. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.